Kassa Tamás vagyok, lezárási specialista, szia! Most ért véget egy vezetői képzés, aminek az volt a címe, hogy vezető, akit követnek. Több mint 30-an voltak, nagyon-nagyon jól sikerült, és az ügyvezetők, vezetők talányait kezeltük, ami a munkatárs felvétellel volt kapcsolatos. Azért volt érdekes a nap, mert ide kértem nagyon sok olyan asszisztenst, aki jelentkezni szeretett volna hozzám, és minden egyes, csináltunk 4 csoportot, ahol ilyen 8-asával voltak az ügyfelek, és minden egyes asszisztens jelöltem leülhetett velük egy pillanatra, 2 percre, és kérdéseket tettek fel nekik. Majd utána megkértem a csoportokat, hogy javasolják azt, hogy kit vegyek fel. Igazából egyetlen egy csoport sem javasolta azt, akit a Helenba Ildikó ügyvezetőm javasolt, hogy vegyünk fel. Ugye Ildikó nagyon nagy cégeknek volt ügyvezetője, HR-ese volt, úgyhogy napi 13-14 interjúja volt zsinórba, akár több hónapon keresztül, és hát ő is megtanulta ugyanazt, amit én Pécsen, hogy hogyan kell eldönteni valakiről, hogy meg fog-e felelni nekünk, vagy nem. Nagyon érdekes volt, hogy egyetlen egy csoport sem tudta megtalálni azt, hogy kit kéne, hogy felvegyünk, és ennek egyik oka az volt, hogy a saját talányaikon keresztül nem tudtak átlátni, és igazából a demokráciának mindig az a vége, hogy amit a csoport nem javasol, azt kell, hogy felvegyed gyakorlatilag. Természetesen ez nem jelenti azt, hogy tökéletes alkalmazottat tudok felvenni, de ki tudom nevelni, és én egy olyat kerestem, akit ki tudunk nevelni. És meg is egyeztünk vele, és már jövő héttől ő lesz a vezetői asszisztensem, hiszen a mostani szintén fényt kapott, és a saját céljén kezd el dolgozni. Edina írt egy könyvet, amiből hamarosan forgatókönyv készül, és egy filmet akar belőle csinálni. Amire ki akarok lyukadni az az, hogy a saját talányaid nem engednek érzékelni, ezért június 1-én rengeteg dolgról fogunk beszélni ezzel kapcsolatban, hogy hogyan tud visszanyerni önmagadat. Ez lesz a könyv címe, ami a talánokról szól, amit a naphoz kapsz. Kapsz 19 leckét, hogy hogyan szabadulj meg a talányaitól a párkapcsolatban és a munkában. Várlak!